Szárbusztok, kedves barátaim! Hát korán reggel van, de mink ma Bencével, Gyula úrral kín vagyunk a tett helyszínén. A fiúk erősen nekiálltak hagymapucolásnak, aztán hát majd készülnek a mindenfajta finom kaják. Várjuk majd a kedves barátainkat! Biztos hajrá! Hajrá, bizony hajrá! És pajtáskodunk egy jót. Maradjatok velünk. És megszaporodtunk. Megérkezett Tibor barátunk is. Beszállt a krumpli pucolásba. Ő az az ember, akit a YouTube-on megtaláltok, Múlt Vadász néven csinál nagyon jó kis fémkeresős videókat. Ajánlom mindenkinek, hogy kattintson rá, és hogyha egy mód van, akkor iratkozzon fel a csatornájára. Bográcsok, mind a kettő fő van rakva, tűz ég alattuk, úgyhogy lassan minden neki indul készülni. Hagyma szalonnával, és szintén hagyma szalonnával. Ez az alap. Innen indulunk mind a kettőből, a végeredmény majd különböző lesz, de egyelőre még egyformán megy. Szóval csak maradjatok velünk. Bubucoltunk, bubucoltunk. Nézzétek csak, barátaim, milyen, hogy megy a főzés. Gyula úr, a múlt vadász barátunk, a Bence. Mindenki dolgozik, majd elhagyja a fülit, farkát. Gyula úr is iszik, igen. A Cirok Gabit valamiért nem tudom, miért hiányolja, Gyula úr. Hiányolom nagyon. Arról volt szó, hogy most találkoznak, megbeszélik az 1001 éjszakát, vagy nem, 1001 mesterséget, ugye? Na. Aztán abból meg nem lett ugye semmi. Közben telefonálgatok, igen, hello. Na, hon vagy? Na, nagyon faszi. Itt meg föllám, te bográcsok úgy főnek, mint az állat. Na, akkor valamit vettetek ma? Sört! Zsolti sört vett. Jön a Zsolti barátunk is. Asszonyostól, úgyhogy szépen szaporodunk. Ezt a szégyent, hát nem is tudom, mi lesz velünk most akkor majd. Nekiállunk, akkor majd főzünk valamit. Na, csak gyertek, papám! Ciao, ciao! Úgyhogy szépen szaporodunk majd hamarosan. Föl minden, ami föl. Bence rakja a tüzet, nem tudom miért, biztos fázik. Hideg, mondom én, hogy hideg van. Elkészült az egyik. Aztán majd jön a másik. Szóval, aki nem ért ide, gyerekek, barátaim, hát az igen, sajnálhatja legalábbis a kaját. Ez a Pista bácsinak, a Karcsi bácsinak a babossa. Babujása. Aztán a Bencének a pincéje. Gyula úr is már erős nyálcsorgással érkezik. Azt megmondom, gyerekek, kurva jól néz ki. Már bocsánat. Tudom. De hogy jól néz ki, meg a Gyula úr is egészen jó, szimpatikus formában van. Hát nem. Igen. Miért nem? De. A Gyula árgus szemekkel néz. Ne is hagyd el magadat. Egyet sajnálok, hogy a Gábor barátod nem jött el, pedig azt nagyon szerettem volna Gábor barátunk, ha itt lett volna. De a videót meg fogja nézni, mert mondta, hogy azt föltétlenül megnézi. Főleg a Gyula úrról, mert szerette volna megismerni közelebb a Gyula urat. Igazából egy jó találat. Egy nagyon jó találat van. Ott lenn. Na. Nekem már jó találat, hogy te is meg vagy, Gyula. Nem vesztem el. Argus szemekkel nézem a területet. Igen. A többit is. Igen. És minden nagyon jó. Minden nagyon szép. Mindennel meg vagyunk elégedve. Meg vagyunk elégedve. Ott szedik össze.
szedik össze az alumóniumokat, meg ilyeneket, kedves barátaink. Történyhüvely, az akad. De az akad. Jani bácsi, itt a Jani bácsi területén én is találtam. Tényleg? Ott találtunk második világháborús drótokat, meg sört. Az föltétlen fontos gyerekek összeszedni, mert legközelebb, ha arra jár az ember keresővel... Szép dobáljuk, és megkeressük megint. Ugye? Milyen jó volt? Igen. Na. A kaja készen van, én szerintem lehet csipegetni. Zsolti baráta, megyünk. Rendben. Szóval elkészültünk a kajákkal, gyerekek. Nagyon sokár lett, azért úgy érdemes megnézni. Aki meg nem érkezett ide, mármint a Gábor barátunkra gondolok, még mindig, és hadd szívjam a bérét, azért csak hadd bánja meg. És a másik kondérba is csak nézzünk bele, azért ez is elég durva. Én úgy látom, hogy... Tehát itt azért mi nálunk éhen nem maradt senki. Kedves barátaink el vannak pihenve. Krisztina üdvözöl mindenkit. Na nézzük meg közben azért Gyula urat, hogy mit csinál. Hát a Gyula ura el van pihenve. Magának. Mert hát a hasát megnyomta a jó étek. Megnézzük a Gyula urat, ki csinál. Igen. Jövünk befelé a sűrű, sötét nagy erdőbe. Eddig egy Gyula úr. Ott van egy Gyula úr. Egyen meg a barátságos szélszálaidat. Milyen villámér még mi? Gyere csak kifelé velem. Meséljél valamit. Hát mit tudom, miért vagy így fáradva? Sokat dolgoztál. Tehát igaz, megpucultad a krumplit. Nem is kéne megenni? Krumpit. Meg kéne a menni ma. Gyere, ezt tegyünk meg a krumpit. Meg én se ettem, most mutattam meg a kedves barátainknak, hogy micsoda jó kaják vannak itt, mirű maradtak le. Hagymát pucolta, az se rossz az. Na. Hát a Cirok Gabi, ha itt lenne. Ha a Cirok Gabi itt lenne, akkor már megettétek volna az ebédet. Most meg már itt van fél kettő, aztán még mindig nem ettél, Gyula úr. Nem. Nem bizony, tessék Gyuni enni. Na gyere, mert én is már... Még én se ettem, csak azért mondom, hogy akkor együnk együtt. Jaj. Többi drága barátunk már, halla Isten, meg kaját. Egy sem mondta, hogy nem jó. Akkor jó. Hát biztos is. Mi? Akinek meg ilyen... Apró tányérzői vannak, gyerekek, kedves barátaim, aztán nem kell, nyugodtan elküldhetitek nekem, mert hát ugye látjátok, hogy gyűjtöm. Hogy legyen ezzel tele az egész pince. Aztán innen folytatjuk. Hát barátaim, itt a Gyula úr nagyon tömi már a fejét. Azt mondja, hogy igen, sós lett, nem tud rá inni, vagy tud rá inni, vagy nem tud rá inni. Hát. De van egy szép asszony a vidéken. Aki megmondta, hogy jó, ez úgy, ahogyan van. Legalább ez a jó van ne. Abban. Igen. Mi? Hát hogy van szép asszony. Na, ez a jó, hát bizony, hogy jó. Pedig azért fogytán vannak a dolgok, de nem eléggé vannak fogytán. Barátainkból hiányoznak. Volt, aki nem érkezett meg nem is jön. Meg volt, aki azt ígérte, hogy megjön, de még nem ért ide, hát nem tudjuk. Többiek meg elmentek vadászni, csak a hangjukat hallani, arra lenn ott a sűrű zsindzsába. Hát majd egyszer előkerülnek. De a rendőrök már kiabálnak rájuk, úgyhogy... Ugye, hogy hallatszik? Ja. Azaz. Én szerintem valami titkos úton járnak. Szerintem már ott vannak bilincsbe. Hát, ha még nem, de hamarosan ott lesznek. Egyé Gyula, mert nem tudsz inni. Egyébként, mert nem tudsz inni, aztán hogyan néz rád a Gábor barátod, hogy nem ittál eleget? Hát, ahogy akar. Na, akkor most te vagy az ezermester. Ezzel mindent elmondtam. Nem jött meg, az meg ezer egy mester, de majd azt mondta, hogy elmondja neked, hogy miért egy mesterrel több hát, ő. Hát az egy mesterrel több, hogy nem, nincs itt. Hát az egy mesterrel több. Nem is bocsátjuk meg neki, amíg a füle a farkán lóg, úgyhogy majd innen megfolytatjuk.
Meg van ez a coin hunter. Gyula úr már dobálózik. A telefonod alkalmazás. Régész mutattam. Kedves barátunk találata. Egy nagyon szép mag. Szép. Lőszermag. Ömlés. Valószínű többen is tudjátok, hogy milyen fajta fegyverből származik. A Gyula úr azt mondta, hogy nem tudja hirtelen, hogy első vagy második világháborús, de hogy régi az biztos, meg inkább az elsőbbi, mint a másodikból. Meg aztán valaki beleszaladt ebbe is, picit meg van gyötörve, az eke az meghúzta, baj nincs belőle, de így a kaja mellett elfér, szóval igen. Gyula úr meg már csak kávézni tud, úgyhogy Gáborom, ha itt lennél, biztos tudna még inni sört is a Gyula, csak nem, most már nem akar, mert egyedül van. Így van. Sőt, akkor nem kávét innak, hanem sört innak, azt mennék aludni. Mert már akkor álmos volt, mikor idejött. Gábor nagyon hiányzóban. A Gábor az hiányzik, persze. A Gábor az még egy darabig meghallja tőlünk, hogy hiányzik. Azért hallja meg, mert hiányzik. Amúgy meg fogja nézni ezt a videót, és... Kár, hogy nem jöttél. És Gábor, nagy kár. Beléd, vagy nem tudom, neked az valami. A Gyula úr pedig megosztotta volna veled a 1001 titkát. Az egyet. 1001 éjszaka a meseit. Hát ki tudja, majd valamit összeosztatok volna ketten, ugye? Hát azért. Van egy, nekem kettő. Hát majd beosztottátok. Addig kimentünk volna, mi gyerekek addig nem lettünk volna benn, mert becsuktuk volna. Biztos, hát persze. Jó van, persze, azért nem mondunk olyanokat, amit nem szabad. Nem, videóban nem szabad olyat mondani, nem szabad. Egy meg kettőt, hogy osztozunk, aztán majd valami lesz. A képviselő testület megosztotta azt a kérdést, hogy a kaja sós lett. Tanács az kibaszott sót lett. A tanács úgy döntött, hogy a kaja nagyon sós lett, gyerekek, tehát sokat kell inni rá. De igazából csak a Gyula úrnak volt sós, a többiek azt mondták, hogy kicsit sós, de nagyon jó, hogy sós. Még nincs, de belesznek. Nem tudják, hogy hol vannak. Krisztal nem iszik. Hát akkor meg azért tudod, hogy sós. Ne. Nem megeszed. Tiszteletből. Hát nem tiszteletből, csak már jó. Ugye, hát már szállítik, ha ízét iszik rá, ilyen barasztlevet, vagy mi az. Én masszívül nem látom, mert így fajtam. Egyébként igen, őszi barasz, nektár. Nap tűnik. Egy hektár nektár. Zsoltikám, egy hektár nektár. Egy hektár, persze. Az nagy terület. Úgyhogy az a helyzet, hogy itt a felek olyan megmaradt, szégyeljétek el magatokat, aki nem jött el. Mert ebből nem tudom még, mi lesz, hónap után is ezt tesszük, mert eldobni nem lehet. Hozzászólásként valaki mondja már meg nekem, hogy egy öl az hány négyzetméter. Ezt fogják tudni. Ha valaki mondja, nem. Akarnád te is, megtudnád, mert Google barátod, de nem probléma. De nem akarom. Persze, nehogy már te keresd meg mások helyet, hogy mennyi egy öl. Vagyok annyira lusta, hogy... Vagy annyira, nagyon vagy annyira lusta, erről feleséget sokat tudna mesélni. Így van. Amúgy egy művészi szinten csinálom ezt a lusta. Az biztos igaz, a szégyenség, hogy így van. Aláírom. Nálad nagyobb művész nincs, már lustaságban. Meg másban is. Másban is. Van olyan, amit. Mit tudsz még, Gyula, lassú szintén csinálni? Igazából most egy kicsit szégyellem magam, hogy már tudtam volna, hogy így jöttök, akkor valamit hoztam volna, de hát... Mit szerettél volna hozni? Három darab volt belőle, amit kaptatok. Hát mi? Ugye már lusta vagy, mint a dög, és ne. Ha csináltál volna belőle még hatot, akkor most tudtál volna hozni. Na, és mi az? Én már tudom, hogy mire gondolt, persze. Három darab volt, aztán mondom, nem hozom már. Pedig azt a 10 perc alatt megcsinál egyet, érted? De hát hiszen kemény munka 10 perc alatt megcsinál egyet. Úgyhogy szégyen teljes ember ez, de szeretjük. Nem láttad a videót? Melyiket? Lehet. Otthon fabrikáta, láttam. Fabrikáta. Kedves barátaim, hát most már bránk sötétedett, a pajtáskodás befejeződött, a kondérok üresek, nem sok mindent láttok szerintem a kamerán, úgy gondolom, itt egy-két pontot. Pont mindenki elment szépen haza. A tányérok, a bográncsok nagyjából kilettek ürítve, meg az üvegek, mindenki jól érezte magát. Aztán Gyula úr maradt itt velem éjszakára, mert még a Bence is elhúzta csíkot. Egy másik buliba ment, mi a Gyula úrra úgy gondoltuk, hogy akkor vesszük magunknak a bátorságot, aztán elmegyünk éjszakára egyet aludni. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánunk. Áldjon meg benneteket a mindenható. Sziasztok!